édesanyámnak volt egy vállalkozása, amiben gyakorlatilag azért úgy folyamatosan részt vettem. Kicsit besegítettem, kicsit többet, kicsit kevesebbet. Nyilván, ha nem voltunk itthon, akkor abszolút nem tudtam, ha pedig itthon voltunk, akkor azért jóval többet. És akkor így már beleláttam egy teljesen másik világba. Adott is volt, hogy ebben fogok tovább menni. Nekem picit más a helyzet, mert én úgy kezdtem el is futballozni, hogy szép ilyen lilaködös állam, hogy majd nem tudom, majd közel 40 évesen a Fradiból fogok visszavonulni. Akkor még úgy gondoltam, hogy a futballban is fogok maradni, és ez majd szépen így átmegyek a játékosból mondjuk az edzőbe, vagy valami más pozícióba. És amikor volt egy komoly sérülésem, ugye 2006-ban, utána kezdtem el azon gondolkodni, hogy el kellene kezdeni valami mással is foglalkozni. Érdekes a dolog, hogy akkor is egyébként a vendéglátás jött így szóba,